Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön, alakuló ülésem. Köszöntöm dr. Beck Máriát, járási hivatalvezető asszonyt is, és a választási bizottság elnökét is köszönöm, és át is adom a szót Marika neked. Én is köszönöm, hogy jó napot kívánok, tisztelt jelenlevők! Dunaharaszti városban 2014. október 12-én megtartott helyi önkormányzati választások rendben lezajlottak, mindenhol jogerős eredmény született. A törvényes határidőn belül a helyi választási bizottság átadta a polgármester úrnak, a megválasztott egyéni képviselőknek, a listákról mandátumot szerzett képviselőknek, valamint a bolgár, a német, a roma nemzetiségi önkormányzati képviselőknek a megbízó levelet. Köszönöm a jegyző úrnak, mint a helyi választási iroda vezetőjének, valamint a választásban közreműködő további 160 főnek a korrekt és precíz munkát. Felkérem Knap Tibor képviselő urat, az egyes számú választókerület képviselőjét, hogy álljon fel. Őt kövesse Kar József, a kettes számú választókerület képviselője. Lehel Endre, a hármas számú választási kerület képviselője. Hajdu Zsolt, a négyes számú választási kerület képviselője. Dr. Berecki Péter, az ötös számú választási kerület képviselője, Tössákné Kerekes Gabriella képviselőasszonyt, a hatos számú választókerület képviselőjét, Horváth Jenőt, a hetes számú választási kerület képviselőjét, valamint Fényes Istvánt, a nyolcas számú választókerület képviselőjét. Kérem továbbá a listán mandátumot szerzett képviselőurakat, Gerber Ferenc képviselőurat, Kücsön Sándor képviselőurat és Pékő Zoltán képviselőurat, hogy előttem, mint a helyi választási bizottság elnöke előtt, tegyék le az esküt. Mindenki mondja majd a saját nevét. Én becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. A képviselői tisztségemből eredő feladataimat Dunaharaszti fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Köszönöm szépen, képviselő asszony és képviselő urak. Felkérem dr. Szalai László képviselő urat, polgármester urat, hogy a képviselőtestület előtt tegye le polgármesteri esküjét. Én dr. Szalai László András. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. A polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Dunaharaszti fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Köszönöm szépen. Felkérem a polgármester urat, hogy a testületi ülés további levezetését vegye át. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A napirendi pontokat nem olvastam fel, meg nem tettetek estült, meg én se, addig nem is szavazhattunk róla. A maradékról viszont kéne szavaznunk. Ugye az eskütételen túl vagyunk, polgármesterek eskütétele is megtörtént. A polgármester költségterítésének meghatározása következő napi rendi pontunk, illetve a képviselőtestület szervezés és működési szabályzatáról szóló helyi rendeletnek a megalkotása. Ez a két napi rend, ami előttünk
fekszik. Aki egyetért ezzel, azt kérem, készre mesélezze. Köszönöm szépen, mindenki megszavazta. Mielőtt hozzáfogunk a határozatok elfogadásához, szeretnék titeket tájékoztatni, hogy nem csak a jogszabályváltozás történt, nem csak a vagyonnyilatkozatról ott kell tennetek nekem is, hanem be kell jelentkezni 30 napon belül, kérelmezni kell az adózásrendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba, majd mikor ezt a kérelmet elbírálták és felvettek, utána az azt következő hónapot következő 30 napon belül pedig igazolni kell ezt a képviselőtestület felé. Tehát azt jelenti, hogy mindenkinek kérni kell, a hivatal majd megadja segítséget, hogy ezt hogy kell megtenni. Arról van szó, hogy akinek köztartozása van, annak nem lehet ilyen tisztsége, tehát képviselő sem lehet, illetve polgármester sem. Ezt másképp pedig nem tudja ellenőrizni az illetékes hatóság, csak úgy, hogyha felvetetjük magunkat ebbe a nyilvántartásba, illetve kérelmezzük, hogy vegyenek fel. A polgármester illetményének a megalapítása. A polgármester illetményét most már nem a testület határozza meg, hanem törvény rendelkezik erről. Az állásfoglalás szerint ennek ellenére, mivel a képviselőtestület a polgármester munkáltatója, ennek ellenére mégis határozatot kell róla hozni. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? Nincs. Akkor a határozati javaslat a következő. Dunaharaszti önkormányzat képviselőtestülete dr. Szalai László polgármester illetményét 2014. október 12-től havi 523.500 forintban és 24.000 forint nyelvpótlékban állapítja meg. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kész van és jelezze. Köszönöm. A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a polgármesternek most már költség általánra nincsen lehetőség. Az új jogszabály szerint 15% költségtérítést lehet adni. Van ezzel kapcsolatban valakinek kérdése? A határozati javaslat a következő. Dunaharaszti önkormányzat képviselőtestülete dr. Szalai László polgármester költségtérítését 2014. október 12-től havi illetményének 15%-ában, azaz 82.125 forintban állapítja meg. Aki egyetért ezzel, kérem, hogy készül a mesélezze. Köszönöm, mindenki egyetértett. Jó, következő napirendi pontunk az SMS-nek a megalkotása. Én azért nem szavazunk még a bizottsági tagságukról, illetve az alpolgármesterek személyéről, mert szintén az állásfoglások szerint először az SMS-t kell elfogadnunk, amennyiben változás lesz, már pedig tudjuk, hogy változás lesz az SMS-ben, hiszen a bizottsági tagok is megváltoznak, illetve az alpolgármesterek a személyében is lesz változás. Meg kell várnunk, amíg hatályosul az SMS, és utána fogunk tudni erről dönteni, meg kell alkotnunk a rendeletet. Mindenki el tudta olvasni. Van-e kérdés az SMS-szel kapcsolatban? Hajdúzsi, Zsolti a szó. Köszönöm szépen. Azt látom, hogy a 5. paragrafusánként egyébként a... Majdnem elfeledtem már itt. Még egyszer mondom, tehát az érvényben levő SMS-ünk 82. paragrafus, ebben az előterjesztésben 5. paragrafusnál azt olvasom, hogy a képviselőtestület a polgármester helyettesítésére, munkának segítésére társadalmi megbízatású alpolgármester, vagy alpolgármestereket választ. Igen. Ez a kijelentő módú, ez szokásos kifejezés. Az előzőben ugye az volt, hogy két társadalmi megbízatású alpolgármestert választ, ugye az előző SMS-ünkben. Ebben is módosul az SMS. Tessék? Ebben is módosul az SMS. Választhat, vagy választ? Választ. Jó. A jogszabály azt írja elő, hogy egy alpolgármester mindenképpen kötelező, de lehet több is. Lehet több is, jó. Köszönöm szépen. A másik kérdés, nem látok benne utalást, de szeretném fölhívni a figyelmet, csak pusztán a korábbi megkötéseink azt tartalmazzák, hogy a bizottsági tagok száma 3 vagy 7 fő lehet. Ebben nem látok egyébként változtatást. Ez benne van a 3 vagy 7 fő lehet a bizottságnak tankhoz? A régiben. A régiben van benne. 2013. Igen, de mivel a következő ülésen dönt a képviselőtestület, tehát a 27. ülésen fog dönteni a bizottságok összetételéről, tehát elnökről, elnök helyettesről, tagokról és külső tagokról, akkor, amikor az hatás, ezzel egyidejűleg módosítják az SMS-t, majd a szerint, ahogy feltöltik ezeket a szakbizottságokat. Ez a módosítás csak a szakbizottságok elnevezését
és számát határozzák meg. Ez 27-ig hatályba lép, és 27-én a döntés után az módosítással együtt módosulnak ezek a számok is. Tehát mi, akik előkészítettük ezt az SMS módosítást, nem akartuk irányítani a képviselőtestületet. Ez a képviselőtestület önálló döntése, hogy az elnökön és elnök helyettesen kívül hány tagot és hány külső tagot választ. Jó, köszönöm, mert minden alakuló és kapcsán mindig fölmerül, hogy a bizottságok milyen létszámmal működjenek. És ez a következő ülés és a következő SMS módosítás tárgykörében fog tartozni. Van-e még kérdés? A tiszteletdíjat azért mondanám, hogy változatlan lesz. A képviselő tiszteletdíjat? Jó, nem volt kérdés, akkor elmondjuk, hogy a képviselőknek a tiszteletdíja is változatlan marad, tehát az előzőkhöz képest. Jó, nincsen kérdés, akkor rendeletalkotás következik. Unoraszti önkormányzat képviselőtestülete megalkotja a képviselőtestület szervezet és működési szabályáról szóló 3/2013 március 1. számú rendelet módosításáról szóló rendeletét. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy készfelállás jelezze. Köszönöm szépen. Aki nem ért vele egyet, aki tartózkodik, egy fő tartózkodás, mert a képviselőtestület az SMS-t elfogadta. Jó. Nincs több napi rendi pontunk, képviselőtestület megalakult, mindenkinek jó munkát és jó egészséget szeretnék kívánni az elkövetkezendő 5 évre, ne ruhanjatok el, mert kimegyünk és csinálunk egy fényképet is, jó, egy csapatképet. Majd összehasonlítjuk a témból, hogy fogunk kinézni. Köszönöm szépen, mindenkinek jó munkát és vagy jó pihenést kívánok. Kérlek, meg magam.